üdvözlök mindenkit, nekrokrim vagyok el, jöjjön ma hasznos dolog, hogyha kodnégyezni szeretnél, vagy kod remasterezni szeretnél, vagy kod négyezel, de nem tudtál róla, vagy mi az Isten nyila. Mert van itt néhány dolog, amiről a kodnégy hát híressé vált, és ez pedig a fegyvereknek a nagyon félre működése időnként, vagy hát nem a fegyverek, hanem inkább a játék nagyon félre működése. És egy-két furcsa dolog, amitől mindig ülsz a és vakarod a fejedet, hogy ez hogy a rákba fordulhatott elő. Nos, nem is húznám, nem jönnek az és srácok, segítségemül a híres neves kodbotokat hívtam. Már ahol kellett, ahol szükség volt, úgyhogy ők nagyon kedvesek voltak, és a ö, segítségemre ö, siettek. Nos, az első ilyen dolog, amit tudnotok kell, hogyha hangtonpitót raksz a G3-ra, amiről úgy gondolom ez egyik legjobb összeállítás, hogy egy hangtonpito van a G3-on, valahogy precízebb a fegyver, akkor tudnod kell, hogy a késelés nem működik. Vagy nagyon késve adja be. Ha szerencséd van, úgyhogy hogy készíthetek fel lelkileg, hanem ha pánik van kedved és G3, G3 van nálad hangtompítóval, akkor a késés el van rontva. Valamiért, nem tudjuk miért, ha a Red Dot tökéletesen működik, a Red Dot nélkül tökéletesen működik, egyszerűen hangtompítóval el van udva az egész. A következő dolog, amit tudnotok kell, mind remasterünk kod 4-ben, a sok fegyvernek nincs kilengése zoomban. Megnézzétek itt egy MP5-öt, nincs kilengés. Ezzel ellentétben egy-két fegyvernek van. Ez, az előnyödre fordíthatod ezt, hogy nincs kilengés. Például a mini alkának, alkának, G36-nek, M4-nek, ezeknek mind van kilengése. De a többi fegyvernek valamiért nincsen. Egy érdekes dolog, hogyha ki akarod használni uh, az előnyödre, ettől függetlenül minden, minden bizony azért mondjuk egy mini akár úgy sem az ember, mert az egy mini akár, de tegyük fel ott egy P90, ami egy rohadtul amúgy is OP fegyver, és még nincs neki kilengése uh, zoom közben, és az se befolyásolja uh, a játékot, az azért eléggé pro dolog tud lenni, hogyha így veszük a dolgot. Nos, de ha, tegyük fel még egy M4-nek se lenne kilengése, vagy egy g c nek Jézus már, amiket lehetne leosztani, de mint hogyha így is. Tehát a kedvenc fegyvereinknek többnyire van egy kis kilengése, de jó tudni róla, egyes fegyvereknek nincs, és esetlegesen ezt előnyödre tudod fordítani. A következő dolog a csipákra vonatkozik, M4 és R700 versenye. Kinek mi a favorit? Hát tudnotok kell, hogy az R700-nak a kilengése nagyobb, mint az M4-nek a kilengésre, srácok. Úgyhogy így lehet válogatni, de kinél mi a favorit. A következő dolog, az a mini alkára vonatkozik. A mini AK egy érdekes kis pro fegyver, imádjuk, szeretjük mindenki is. És lehet elmondani, hogy vannak olyanok, akik nem a favorit, de vannak, vannak olyanok, akik nem a favoritja, de hát meg kell szokni ezt a fegyvert. És a megszokáshoz legkönnyebben vezető út az az, nem úgy, mint én itt a klipben, de te ne rakjál hangtompítót, illetve reddot szájtot az alkára, a mini alkára. Egyrészt azért, mert hangtopítóval és red dot a csípőből való lövésnél a golyószórás olyan lesz pontosan, mint egy Assault Rifle-é. Tehát a mini alkával, hogyha csípőből lősz és red dot van mondjuk rajta, akkor pont olyan lesz, mint hogy alkával lőnél csípőből. És ezen talán egy kicsit segíthet ugye a Steadiam nevű perk, de nem túl szerencsés, mert akkor is gyakorlatilag egy csomó golyót mm, mellé fogsz lőni. Na most ezért nem szoktak tenni attachmenteket a mini ak se, se semmit, mert a fegyver sokkal precízebb, mint nózumban no és mint erőben is egyébként, mert hogy a mini AK az egyetlenül a submachine gun, ami e, falon átlőve pontosan ugyanolyan erős, mint egy assault rifle, vagyis kb. falon átlőve, e, hogyha hogy jól eltalálod, három golyóból hal az a bizonyos ellenfél. És ez egy nagy kincs, ezért szokták nagyon szeretni a mini alkát. Red dot sight, hangtompidó, minden lószar nélkül egy kis uh, stopping power, deep impact, vagy stopping power, uh, Stadium steady és, és, lehet zúzni a népet. A következő dolog, amire érdemes felkészülni lelkileg, uh, M249 szó, hogyha a gripet teszel rá, akkor a célkereszted és a nózumban való lövésed sokkal kisebb lesz, mint hogyha nem tennél rá uh, gripet. Nos, igen, m 249 egy ilyen kétes fegyver. Van, aki szereti, van, aki nem szereti, és van, aki Red Dot Sight használja. Ha hardcore azzal használod, oké, okay, rendben van, de egy sima korban úgy gondolom, hogy a magával, a grippel sokkal jobban jársz, mert egy precízebb nózum fegyver is szorult helyzetekben nagyon ki tud rántani a veszélyből, mert gyorsan is tüzel és nózum, no az nózum. No Nos, a következő dolog a Dragunovra vonatkozik. A Dragonov az egyetlen olyan sniper, amire nincs damage multiplier, kondégyen belül rátérünk erre is, hogy mi az, hogy damage multiplier. Magyarul, hogyha ölsz egyet, nem szorzódik fel az a bizonyos damage, ezért minden lövése kettővel öl. Kivéve, ha berakod rá a stopping power-t, akkor a jaggernátosokat egy lövéssel öli. Viszont akinek nincs zsegönetje, az még mindig kettővel öli. Ezért nincs értelme Dragunovra Stopping Power nevű perket rakni. De ha mégis berakod, akkor tud, hogy azt, akinek zsegönetje van, azt valamiért egy lövéssel le fogja uh, szedni. Amúgy egy rohadt jó sniper a Dragunov, érdemes kipróbálni, főleg, hogyha egész jó vagy a célzással, mert ugye meglövöd, nem hal bele, tovább fut, akkor is el kell találni. De ha véletlenül az enemy zsegönetet használ, ami Codney masterben igen gyakori, kifizetődő lehet egy stopping power-t rárakni a dragonomra, vagy mégse, mert hogy így is, úgy is két lövés lesz stopping, uh, stopping power ide vagy oda, juggernet ide vagy oda mindenki eldönti magának, hogy mit csinál. A következő dolog, az pedig az M4 sniperre vonatkozik. Tudnotok kell, hogy konnégyben 4-ben minden csipa 70-es sebez, plusz a damage multiplier, amit felszoroz. Ezért lehetséges az, hogy one shot kill nyomsz le a csipával. Erre még rá szokták a stopping power-t, hogy még nőbb legyen a sebzés, az 40%-kal többet eredményez, tehát plusz 28, összesen 98. Tehát ezért van az, hogy nem mindig adják be a csipát. Viszont ha az M4-re és csak az M4-re, ha rárakod az acogot, öttel többet sebzel. Magyarul az alap 75 lesz, plusz a stopping power, összesen ki fog jönni egy 105-ös damage, és még ha lábon is lövöd az enemit, akkor is be fogja adni. Ez a nagyszerű és egyszerű az M4-ben, érdemes megválogatni, mivel rakjuk föl. Ezzel a kombóval mindig 100%-os a kill. A következő dolog, amit ö, tudnotok kell, ak vonatkozik. Az Alká az egyik legüber brutálabb fegyver, azt kell, hogy mondjam, viszont a hangtompítót raksz rá, akkor az a halála. Ennek olyan szintű a damage drop, hogy egyszerűen nem ad be semmit. Következő dolog, a red dot szájta ugyanez az igaz, ha bár azzal viszonylag oké okay a red dot szájta, lehet vele, akinek kevés fps -e van, az inkább egy red dot szájta, de hangtompítót semmit se. Akára mindenképpen ajánlatos. Semmit se rakni. Stopping power, steady aim, és nem raksz rá semmit az akára, mert hogy nem akarod visszafogni azt a teljesítményt. Így minden távon az AK egy kiegyensúlyozott teljesítmény, ad, viszont hangtopítóval nagyon relomlik, középtávtól már a red dot tól is leromlik az a damage, de viszont ugye, akinek is az FPS-e, red dot mégis kifizetődő lehet, mert végül is oké okay vele az AK. Ennyi a srácok, köszönöm a figyelmet, sziasztok!